OG fam. OG. 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 Ooh yeah. OG. That's right. OG. OG fam, újabb nap, újabb videó. Gyerekek, hogy vagytok? Ma egy csütörtöki nap van, és hamarosan véget ér a suli, valamint nemrég Facebookon rám írtak az osztálytársaim, és elkezdték szervezni a 10 éves érettségi, vagy 10 éves osztálytalálkozót, nem tudom, hogy ennek mi a helyes. De hát elkezdték szervezni a 10 éves osztálytalálkozót, ami holnap lesz pénteken. Nekem péntekre meg be volt programálva egy kis Székely Mikó Collegium Challenge. Így szeretném a 10 évet megünnepelni. Ugye 10 éve végeztem el a sulit, és akkor most úgy megünnepeljük, hogy visszamegyünk a 10 év múlva az iskolába, ahol végeztem, és szétnézünk, hogy minden a régié. Persze bringával megyünk. Olyan misszióim vannak a fejembe például, hogy kapjam meg magam a tablón. Hát ugye a tablónk valahol ki van állítva, 10 éve ott vagyok valamelyik falon. Na, azt kéne megtalálnom, meg fel szeretnénk menni a régi osztályomba, mindez biciklivel persze. Lássuk, hogy lelőnek-e, lássuk, hogy megkapnak-e, lássuk, hogy sikerül-e. Szerintem a legnehezebb dolog az majd az lesz, hogy bemenjek a kapun, de akkor majd leveszem a kamerát, és kitalálok egy jó kis sztorit, mondjuk, hogy ugye mivel holnap van az osztályfőnöki óránk, az oszimmal valamit még kell egyeztetni, valamilyen hülyeséget. A gyerekek, felteszem a kamerát, és jövök vissza a POV-ból. Gyerekek, és akkor vissza is tértem. Nem jó a szög. Mehetünk. Pont a nagy szünetre fogok beérni, nem akarok annál nagyobb elfordulást okozni a suliba. Hello! Jó van, gyerekek! Zsebeteztek, és valahogy bemegyek a suliba. Napot! Holnap lesz ilyen érettségi találkozó, 10 éves. Az osztályfőnököt szeretném megkeresni. Kérek egy kenyőt. Leteszem valahol. Nem, már van kötője. Gyerekek, van vagyok. Ja. Semmi. Hogy szállottok én, mikor cserint? Nem, még. Mi nem érsz, akkor be akkor üzni inkább, attól. Meg szeretném keresni magamat. Jó, azt tudom, az hol van. Ott van, nem? Nem. Hol van? Hello. Mit nézel meg? Vagyok.
De ne gyertek ennyire rám, nem, mert észre fog, ne jól vagyok. Itt vagyok, gyerekek. Na, álljatok félre. Köszi. Volt az osztályom. Mit csinálom, ott volt az osztályom? Volt az osztályom. Itt van egy bámi. Hát te megtartott az órát most, bám van egy. Igen, igen, bám. Youtube-ra? Aha. Na ennyiben. Szalkoltam tudni a katedrálról, látszott az osztályom. Holnap van a 10 éves tűzi osztály. Mi értékeljük a társadalmat. Igen, igen, jó van, elmentem. Vagyunk rá, de itt a jó, elmentem. Jó, csak éppen találkozunk volna. Persze, csak meg akartam nézni épp az izémet, az osztályomot. Azt így akartam, hogy 10 éves. Jól van, csak én nem... Nem csinálok semmi gondot. Na tessék. Csokolom. Ámente, ámente tanárnő. Tanárnő, ámente. Basta mondta tanárnő, meg basta meg. Senki nem szól semmi. Szeretnék egy challenge-et a régi katedrálról leugrani.
De nem megy ki a tanárni a holtos pályomból. Hello! Úgyhogy nem tudom, mi lesz. De most megbújtam egy picit. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Megismerte. Hogy ne spújtam. Köszönöm. Ez a tanárnő kell kimenjen az osztályomból, és akkor valahogy fájáztam volna már rég. Azt mondtam, hogy nem, hogy annyira kerém gyűjtök, mert mindenki engem egybe felismárta, hogy egybe jönnek, hogy mi van itt, mi van itt, ki van itt. Na mindegy, ez. Az egy nagy szar. Kopi. Tökélem még egyszer, aztán áll. Most sem ment ki? Még mindig van a tanárnő? Azt a meg! Te akarok ugrani a katedrálra, nem? Martina! Bocsi! Álljatok fel, megkérlek! Meddig a szünetre, a szünet van! Bocsi! Mi is produkció? Százszállal! Én meg nem, semmi gond nincs, csak itt most valaki akar egy ízét, egy aláírás, aztán 5-3 évvel vissza, aztán elmentem. Csak bájkamera, azt mit? Csak így megörülítem magamnak, igen. Miért te kállnak? Miért te szünetre? Nem jó, gyerekek, túl körém gyűltek. Úgyhogy... Jön. Még többen jöttek, Ande. Kimente? Mi? Nyalussal, valamelyik nyalussal. Na jó van, ez elmarad. Ez el fog maradni. Túl sokan jöttetek ide, azt nem jól vagyunk. Még egy tanárnő. Hajtok fél, rávendem. Hello. Jó van gyerekek, ez így nagy szünete nem annyira jó ötlet volt, úgy látom. Hello, sziasztok! Ez így nem volt jó ötlet szünetén. Túl sok az ember, túl külön gyűltek. Aztán ennyi volt. Nem csinálunk semmit. Ennyi volt, szétnéztünk. Viszlát! Viszlát! Gyerekek! Gyerekek! Ez lett volna a Székely Mikó Challenge. Sajnálom, hogy nem jött össze az, hogy a régi osztályomból leugorjak a katedráról. Egyedül ez a challenge maradt el ma. Nagyon körém gyűltek a gyerekek. Hello! Nagyon-nagyon körém gyűltek a gyerekek, és folyamatosan még jöttek, de hát ment a drót, hogy bent vagyok a suliba. És jöttek, de hát egy adott pillanatban már vagy 30-40 ember állt körülöttem, tényleg már minden tanár odajött, hogy mi van itt, ki van itt. Látták, hogy itt valami készül. Két rendben és a régi magyar tanárnőm az megtalált, és szerintem már szólt még tanároknak ő is, hogy itt valami van, mert itt vagyok. Zoszimat kereste, gondolom. Ugye a kapunál úgy kéreztem, hogy az Zoszimat keresem. Úgyhogy azt mondanám, hogy egy ilyen félig meddig sikeres challenge-en vagyunk túl. Nehéz így a suliba. Igazából nincs amit csinálni. És nem akarok különösebb ezekből a challenge-ekből, nem akarok különösebb problémákat. Csak meg akarom mutatni,
az embereknek, hogy nem kell mindenhol tiltani ezt a szaros biciklit, és nem lesz semmi baja se folyósónak, se semminek, hogyha az emberek, most ha valaki bebiringázik rajta. Mert úgy csinálnak sok helyen, mint hogyha a bringa tényleg ölne, gyilkolna, rabolna, vagy valami hasonló. De gyerekek, ennyi lett volna már ez a videó. Tudom, hogy nem volt egy nagyon nagy szám. Ez volt az első suli challenge. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Valamint írjátok meg kommentbe, hogyha még szeretnétek, hogyha valami suliba bemennék. Ugye egyértelmű, hogy most már jön a vakáció, úgyhogy csak jövőre számítható ilyen suli challenge. Mindenféleképpen valahogy úgy kéne csinálni, hogy nem szünetem menjek be. Ezzel nem számoltam, hogy ugye ki fognak jönni az emberek, és nagyon-nagyon körém gyűlnek. De viszont óra alatt meg nehezebb bemenni, mert ugye nincs kifogás a kapunál, mert ugye akkor minden tanár, mindenki órán van. Na gyerekek, még egyszer ennyit volna a videó, tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Mai napi komment az megy ide. Orbán Gabi voltam. Peace!